Ézsiás Antal mezőgazdásszal arról beszélgettünk, hogy milyen munkálatok kezdődtek meg a kertekben. Sajnos a viszontagságos időjárás nem kedvez a növényeknek. Kezdte az értékelést a mezőgazdász. Mint elmondta, a korán elvetett növények viszonylag szépen kezdtek el kikelni, de a csapadékmentes időszaknak köszönhetőleg jelenleg, ahogyan fogalmazott, életmentés megy nagy öntözés segítségével. Június 1-től állítólag nyár van, de ez ugyanaz, mint a tavasz, tehát folytatja ezt a kiszámíthatatlan és nagyon rossz tulajdonságú magatartását. Jelenleg életmentés megy. Amit korán elvetett a növényeket, azt meg tudjuk majd mutatni, azok aránylag szépen keltek, de utána jött ez a csapadékmentes időszak, és most egy életmentés megy, hogy minimális vízzel hogyan lehetne átmenteni addig, amíg egy jelentősebb mennyiségű csapadék nem érkezik. A nyomvetetés is mellett természetesen. Mint megtudtuk, a gazdálkodónál a vetési idő február elején kezdődik. Elsőként a mák kerül elvetésre, majd a gyökérzöldségek, a petrezselyem és a sárgarépa. Mint mondta, ezeket a növényeket még ideális időjárási körülmények között sikerült elvetnie, szépen is kelnek. Ezt követően a borsó, most pedig a paprika és a paradicsom találta meg a helyét a földben. Gyakorlatilag a vetési idő nálam február elején kezdődik. Itt a mögöttem lévő mák az első, amelyik legkorábbi, és ekkor el is kell vetni a mákot, mert később az már kevés reményt ad. Utána jöttek a gyökérzöldségek, petrezselyem, sárgarépa. Szerencsére az az időszak még jó volt, volt a talajban nedvesség, az időjárás attól függetlenül, hogy hideg volt, vagy éppen fagyos, ő neki nem okozott gondot. Kivétel a jelzőnövény, amelyik a retek volt, az mind kifagyott természetesen, de maga a főnövény az megmaradt. Utána jöttek azok, amelyek kevésbé ugye hidegtűrők, de elmegy a borsó, aránylag korán elvetettem. Sokat szenvedett, küszködött, de most úgy tűnik, hogy meghálálja azt, hogy ápolom, és egy kis vizet is kap pótlásként. Aztán vannak itt olyanok, mint a kardvirág, aztán később a tuborózsa, aztán ugye, amit most lehet, vagy kellett volna, de mi mindig nem késő. Itt vannak a zöldségfélék közül a paprika, paradicsom, amelynek a palántázásának még nem ment el az ideje, hiszen az időjárás sem kedvező rá, hidegek az éjszakák, aránylag ugye nagy a légköri szárazság, nagy az aszály is, ezt víz nélkül nem lehet tovább csinálni. Tehát aki még most ültet, az még nyerhet vele.